Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Hát ez a menet közben elmondom következő adása. És itt gyorsan ugrunk egyet, ez a szélső Bokori út Nyíregyházán. Gyakorlatilag semmilyen tábla nem figyelmeztet téged erre, de tudjad. Most nem lehet végigmenni az utcán úgy, mint máskor. Itt vannak ilyen különböző útépítési munkálatok. Tehát tudjad, hogyha itt ki szeretnél menni a szélső Bokori út végére, ugye Nyíregyházáról beszélünk, akkor azt gépjárművel csak eddig tudod megtenni, tehát nem tudsz az ipari parkhoz eltekerni, mert itt föl van bontva az út, viszont erről tájékoztatót nem fogsz látni az utcának az elején, vagy éppen sehol, legalábbis én nem láttam, szerintem nem is lehet látni. Na de akkor a mai témáról beszéljünk. Ugye hívd a rendőrséget, ez a mostani videónak a címe. Na mi is történt ma hajnalban? Hát ma hajnalban 5 óra előtt nem sokkal, ugye arra ébredt a környék Nyíregyházán, a Kossuth Lajos utcán és környékén, hogy OB-gatnak. Pontosabban egy illető OB-gat, különböző trágárságokat, és nem tudom, miket rugdalt, mert ilyen puffanások hallatszottak, tehát, hogy csak remélni tudom, hogy nem autókat. Én amikor kinéztem, akkor nem láttam, hogy bármit is rugdalt volna, de mielőtt kinéztem volna, hallottam elég komoly puffanásokat. Ugye itt vannak ilyen különböző villamos elosztó dobozok, elképzelhető, hogy azokat rugdosta, és OB-gatott úgy, hogy zengett tőle a környék, hogy hát gyakorlatilag harcba hívta az éppen talán ébredő polgárokat, vagy én nem is tudom, hogy nem tudom, mi volt a célja. Most itt egy... Hát igen. Most egy táblán túlmentem, és gyakorlatilag ezen sem volt rajta az, hogy Zsák utca lenne átmenetileg ez az utca, és ezen sem. Jó, tehát továbbra is visszatérve a legelső dologra, amiről beszéltünk, hogy a szélső Bokori út. Tehát nincs kitáblázva az, hogy ez most jelenleg Zsák utcaként funkcionál, úgyhogy ha erre jönnél, és az a célod, hogy a végéig teljesen elmenj, és aztán onnan tekerj át a ipari parkokba, akkor ez most nem fog sikerülni valamennyi ideig. Na jó, akkor vissza a témához, tehát az ember az üvölt a tordított torka szakadtából különböző trágárságokat. Hát ugye hajnali 5 előtt semmi forgalom, tehát a környék az ő hangjától volt igen-igen hangos. És hát ilyeneket kiabált, hogy gyere le, megöllek, vagy gyere ide, megöllek, stb., meg megverlek, meg nem tudom, mit csinálok veled. Na most, mivel a környéken nagyon sok kutyatartó van, javarészt hölgyek, ahogy én látom. Én azért gyakran találkozom velük. Én úgy gondoltam, hogy jobbnak látom, ha értesítem a hatóságokat, mert nem lehet tudni azt, hogy mi van annak az embernek a fejében, aki ilyeneket üvöltözik korán, reggel, hajnalán. Úgyhogy én hívtam a rendőrséget, én még elég régi módi vagyok, nem a 112-t hívom ilyenkor, hanem a 107-et. Rögtön el is értem a kezelőt. A lehető legfontosabb szerintem, hogy először is adjunk egy nagyon pontos személyleírást az illetőről. Hát ez az illető egy piros pólóban, egy kék rövidnadrágban, mászkált kezében egy fehér szatyrot lóbált. Ez ezt a pontos személyleírást leadtam is, hogy helyel közel mi az ő mozgástere. Hát ez teljes mértékben így a... Tehát az a fura az ilyen emberekben, hogy mintha ilyen mágnes körül mozognának. Tehát eltávolodik az egyik irányba, aztán egy pillanat múlva már jön vissza, eltávolodik a másikba, de aztán újra visszajön. Tehát mintha át kellene haladnia egy ponton, ami mindig valahogy ott van, ahol te vagy. Én nagyon utálom az ilyen embereket, megmondom őszintén. Tehát nem is tudom, hogy mit csinálnék velük, hogyha a törvény ezt nem büntetné, de ugye bünteti. Meg persze nem az a cél, hogy az ember önbíráskodjon, ezért vannak amúgy a hatóságok. Tehát bejelentést tettem, megköszönték ezt, majd nekem időközben a környéket el kellett hagynom. És egy olyan, hát olyan 3-4 óra múlva tértem vissza, akkor azt láttam, hogy egy másik helyszínen, ehhez az első helyszínhez nagyon közel áll egy rendőrautó és egy mentő, és éppen intézkednek. És hát oda mentem a rendőrök közé, és megkérdeztem, hogy mi történt.
nem-e történt esetleg valami komoly bűncselekmény, mert az volt az érdekes, hogy ezt az emberünket én akkor nagyon jól megfigyeltem, és mielőtt a rendőrautóval találkoztam volna, észrevettem, hogy a Vasvári Pál utcán ott dekkol, a fején már akkor volt egy jókora dudesz. Hát lehet, hogy valaki megunta az ő hangját, vagy én nem tudom. Neki ezúton is köszönet ezért. És az emberünk ott a busz megállóba áll, de akkor már igen szépen elcsendesedve is. Én arra gondoltam, hogy a rendőrök azért intézkednek egy utcával odébb, mert lehet, hogy ez az ember esetlegesen valakiben kárt tett. Mert ezt elmondtam a bejelentőnek is, mert kérdezte, hogy szerintem részek? Hát igazság szerint nem akadozott a nyelve, nem volt bizonytalan a mozgása, üvöltött, ordított, lehet ő őrült is, lehet drogos is. Egy a lényeg, hogy ilyenkor azért legyél észnél, tehát nem feltétlenül kell neked egy hülye emberrel bilokra kelni, mert nem tudhatod, hogy nincs esetleg droghatása alatt, vagy esetleg nem, mert tényleg egy teljesen őrült, és vele aztán észérvekkel nagyon kevésre mennél. Közben itt tolat valaki velünk szemben nagyon aranyosan. Itt történt a múltkor egyébként egy elég súlyos baleset. Na mindegy. Ezért is járjál nyitott szemmel, egy vedd észre, ha állnak vagy tolatnak előtted. A lényeg, hogy a rendőrök közölték, hogy nem, egy teljesen más ügyben intézkedtek, de az emberünkkel találkoztak, pontosan ők voltak azok, akik úgymond elbeszélgettek vele, és nagyon megköszönték a bejelentést. Igazából az emberünk utána el is hagyta a helyszínt, és nem óbégatott tovább. Na most annyi az egésznek az üzenete, hogy ez is egy olyan dolog, ami mellett nem szabad elmenni. Tehát nem igaz az, hogy nem csinálnak vele a rendőrök semmit. Nem igaz az, hogy ha bejelentést teszel, akkor hú, te így meg úgy jársz. Sehogyan nem jársz. Meg fogják köszönni azt, hogy bejelentést tettél. Azért, mert ha ez az idióta később történetesen megtámad mondjuk egy kutyát sétáltató nőt, vagy akárkit, és senkinek fogalma nem lesz arról, hogy merre keresse az elkövetőt, akkor az egy... Lehet, hogy egy olyan ügy lesz, ami soha nem lesz felgöngyörítve, és az emberek félni fognak egy idióta miatt. Na most, ha te meglátod, megpillantod az ablakodba, mert azért egy ilyen hangra mindenki kimegy. Nyár van, a legtöbb embernek az ablaka nyitva van. Tehát nem bebújni kell ilyenkor, hanem kibújni. Jól megfigyelni, nem kell neked lemenni igazságot tenni, nem vagy te, nem is tudom, harcművész vagy akárki. Nem kell neked igazságot tenni. A te dolgod annyi csak, hogy felhívod a rendőrséget, és megadod az embernek a személyleírását, és hogy merre tartott, hol garázdálkodik, úgymond, és majd ők jönnek és intézkednek. Ennyi az állampolgári kötelességed. És aztán, ha ez az ember bármit tesz, lehet, hogy pont a te autódban fog kárt tenni, lehet, hogy pontosan a te feleségedbe fog belekötni, vagy bármit tehet, akkor pillanatok alatt őt el tudják kapni, mert így is történt, tehát jött a rendőrség, intézkedett ezzel az emberrel szemben, gondolom fölírták az adatait, mert én utána, amikor találkoztam a rendőrökkel, akkor teljesen ismert volt számukra az ügy, mondták is, hogy igen, a fickóval elbeszélgettek, stb. És ennyi, és megyünk tovább, ők megköszönték ezt nekem, és gyakorlatilag én is köszönettel tartozhatom nekik azért, mert egy ilyen óbégatós majomnak úgymond elvették a kedvét attól, hogy esetlegesen valakiben vagy valamiben kárt tegyem. Hát ennyi lett volna csak ez a dolog, semmi újat nem mondtam megint, csak most is arra szeretnélek bíztatni benneteket, hogy járjatok nyitott szemmel is, amit csak lehet, ami állampolgári kötelességnek érezhető, azt tegyétek meg. Nem szabad elmenni a dolgok mellett, mert akkor ezek az emberek csak felerősödnek, és gyakorlatilag azt hiszik majd, hogy bármit megtehetnek. És lehet, hogy egyszer mész teljesen jókedvűen, és egy ilyen majom fog rád támadni, mert még úgyse volt belőle semmi, mert még úgyse intézkedtek vele szembe. De mindenki csak bebújt, senki nem mert rendőrt hívni rá. Hívd rá a rendőrt, mondd el, hogy hogy néz ki az ember is. Ha valamit el fog még követni, akkor hajnalban vagy éjszakán, amikor ez a dolog történik, akkor be fogják gyűjteni is. És ha nem is olyan nagy dolog, mert lehet, hogy csak mondjuk fölrúg egy kukát, vagy nem tudom, de már intézkednek vele szembe, akkor már a hatóságok látókörébe kerül. És az azért nagyon jó, mert akkor már elindul egyfajta folyamat. Tehát lehet, hogy már a következő esetben automatikusan megy szépen a helyére.
oda, ahol nem zavar senkit. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak ezzel kapcsolatban elmondani. Szép napot, lesznek még bejelentkezések, mert el kell majd még mondanom egy fontos dolgot. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!